itt vagyunk kint Berekfürdő határában, és kóboló lovakat látunk, erről beszélgetünk Kovács Sámuellel. Úgy tudom, hogy ön vette észre a lovakat. Igen, igen, mint a mai nap is észrevettem, miután kijöttem ugye felvenni a munkát, és szólt a tulaj, hogy nézek már szét, mert valami rajcsőr van. Szétnéztem, jeleztem neki, hogy megint itt vannak a lovak, ugyanúgy, mint a múltkor is. Hát ugye nekem ez egy kicsit bosszantó, mert ugye a birka nyára törzem, e közé megy, szerte széthajgurásza, idebe ugye megeszik mindent, összetapos mindent, hát szóltam, jeleztem egy pár szóval a munkáltatomnak, egyebet nem tudok tenni ezen kívül. És mióta vannak itt, tehát akkor azt mondja, hogy ez rendszeresen előfordul? Ebben a hónapban már én azt hiszem ez a harmadik ilyen eset. Egyszer ugye idebe, akkor jeleztem megint a tulajdonos, hát megpróbált intézkedni. Utána egyszer kint a nyájat zavart a szét, ugye. Most még ez a harmadik alkalom. Okoztak-e valami kárt a lovak már azon kívül, hogy az önök takarmányát? Ugye a takarmányt megeszi. Itt legelét állunk, ugye a Lucerna főn mellett, ezt is ugyanúgy díjbolta. Ugyanúgy a dr. Kovács, az ennek a kukorica földjét is, mint itt az olajos úrnak a tengerét is, ezek rajcsúlyozik, egyébről nem tudok kára. Dr. Hajdú Lajos polgármester tőlünk értesült arról, hogy ismét kint vannak a lovak a határban. Mit tudnak most önök tenni? Hát ez már egy régóta húzódó probléma. Az utóbbi időben úgy tűnt, hogy ez nyugvópontra kerül, és a lovak a helyükön vannak. Erről még nem kaptunk értesítést, öntől hallottuk először most. Természetesen a hivatal kimegy, megnézi, és a szükséges intézkedéseket megteszi.